Tisztelt miniszter úr, ön az Orbán kormányok egyetlen tagja, aki a kezdetektől miniszter. Putyinhoz hasonlóan keltették már halálhírét, hogy rákos beteg. Én jó egészséget kívánok önnek. És ha a miniszter úr a dublőre van itt, akkor egész jól csinálják. Mert a Putyin a dublőre. Viszont ezt a régi híres befolyását nem látom sajnos bevetni a rendvédelmi dolgozók bérének rendezése érdekében. Talán a legnagyobb szégyene a belügyminisztériumnak, hogy a rendvédelmi illetmény alap 2008 óta változatlanul egy forinttal sem emelkedett, 38.650 forint. Idén sem volt bérfejlesztés, miközben EU rekord infláció sújtotta a magyar embereket. Első kérdésem tehát ez, hogy milyen mértékű béremelést tervez a kormány a rendvédelmi dolgozóknál 2024-ben. Tehát azt kérdésként föl se teszem, hogy tervez-e, vagy ugyanúgy nem tervez, mint idén, mert ez azt gondolom, hogy már tarthatatlan. A kérdés az, hogy mekkora béremelést terveznek ilyen infláció után. Én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk Mozgalom 30%-os javaslata az egy minimumnak tekinthető, és egy kompromisszumos javaslatnak. Aztán tervezik-e magának a rendvédelmi illetmény alapnak a megemelését, ami 2008 óta változatlan tehát? És tud-e arról a miniszter úr, hogy több száz tűzoltó készül pert indítani a munkáltatója ellen? Terveznek-e egy esetlegesen perenkívüli megállapodást? És ha már tűzoltók, mi szükség van az ismételten új egyenruha bevezetésére a tűzoltóknál? Ez egy kicsit pazarlásnak tűnik, miközben a illetményük rendezésére nem került sor. Persze ez az egyenruhaváltás a BM-nek nem igazán fáj, hiszen az állománnyal vetetik meg. Eközben béremelés helyett olykor 50%-ot meghaladó áremelést kapnak a rendvédelmi dolgozók a ruházati ellátás terén, amire egy írásbeli kérdésben is fölhívtam akkor az önök figyelmét. Sajnos azonban nem kaptunk igazi érdemi választ arra sem, hogy tervezik-e rendezni a rendvédelmi dolgozók napi díját, amely nem éri el az 500 forintot sem, a nevetséges 500 forintot sem, évtizedek óta változatlanul. Ugye ez azt akarja, hogy sok esetben a rendőröknek, tűzoltóknak, börtönőröknek a lakóhelyüktől távol kell akár hetekig, hónapokig ellátni szolgálatot, csak hogy működőképes maradjon a rendszer, távol a családjuktól. Ilyen esetekben ugye a jogszabály szerint a munkáltatónak kötelessége lenne gondoskodni ezen dolgozók élelmezéséről, de egy 500 forint alatti napi étkezési díj azt gondolom semmiképp sem tekinthető a gondoskodásról. A határőrség sürgős felállítása talán ezért is indokolt volna, hiszen nagyon komoly rendőri erőket von el, és nagyon sokakat messzire vezényelnek el épp azért, hogy úgy, ahogy biztosítják ezt a, azt kell, hogy mondjam, hogy színjátékot, és erre majd kitérnék egy kicsit bővebben is, de önmagában szükség volna végre a határőrség visszaállítására. Miniszter úrnak, ha jól hallottam, volt egy nyelvbotlása, hatásvadász szót mondott, ha jól értettem, és talán ez egy olyan elszólás, ami mutatja is, hogy mit szolgálnak a határvadászok a kormány szándéka szerint, hiszen valójában egy igazi határőrség ugye más típusú kiképzést, fegyverzetet, más felszerelést kellene kapjonak, mint például a rendőrök, és még sorolhatnánk azokat a szempontokat, ami alapján indokolt volna az önálló határőrség felállítása. És hát önmagában az a tarthatatlan helyzet, amire a minisztériumi kormányzati válasz ugye az az, hogy ha fegyverropogást észlelnek a rendőrök, vagy a határvadászok, akkor hát vonuljanak vissza fülüket, farkukat behúzva, ez azt gondolom, hogy a magyar méltóságot is sérti. Miniszter úr kicsit elbizakodottan mondta 2010-ben, aztán Orbán Viktor miniszterelnök úr is, hogy 2 hét alatt rendet tesznek. Ez az elhíresült mondása azóta is sújtja önöket, hiszen például tavaly 9%-kal nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, ezt most nem nagyon hallhattuk a beszámolóból, de az ügyészség jelentéséből igen. Sőt, mintegy 15%-kal emelkedett a lopások száma, ami nekem különösen fájó. Hát most ebbe, illetve a cigány kérdésbe nem, most nem mennék bele, mert Kövér László így is fizetés nélküli szabadságra küldött engem egy bizonyos szóhasználata miatt. Bár egyébként így a beteges polkorrektség jegyében most pikáns volt, hogy miniszter úr a szúnyogírtás szó sem érezte használhatónak, ezért kijavította magát a vérszívók jogaira való tekintettel, és így a polkorrekt szúnyoggyérítése módosította a szóhasználatát, de hát lépjünk ezen tovább. A statisztikáknál
A szomorú tényeknél maradva, a fővárosban még tovább, még durvábban romlott a helyzet, míg országosan 9%-kal, a fővárosban egyenesen 17%-kal, közel 17%-kal nőtt a bűncselekmények száma az előző évben. És ezek közül hadd emeljek ki egyet, ami szintén nekem különösen fájó, itt Budapesten a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket emelném ki, ezek közel 13%-os növekedést mutattak. Ha már egy kisiskolás is megtalálja a drogterjesztőket, miniszter úr, akkor a rendőrség miért nem képes? Miért szaporodnak folyamatosan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények? Mert nem csak a felderítések szaporodnak, mielőtt ezt így próbálná lecsapni, hanem nagyon jól tudjuk, hogy egyre többeket sújt a drog. Az újbudai sajnálatos rendőrgyilkosság tragédiája kapcsán pedig fel kell tegyük a kérdést, miért kellett egy rendőrnek meghalnia ahhoz, hogy egy késsel támadó bűnöző ellen végre fegyvert használhassanak. Hiszen tudjuk jól, hogy a rendőri iránymutatás olyan, törvények ide vagy oda, nem merik használni a fegyverüket a rendőrök, se a határon, se máshol. Szeretnék választ kapni arra is, amiben inkább csak mellébeszélést hallhattunk eddig, hogy miért nem támogatja az Antifa terror szervezetté nyilvánítását a kormány. Ugye a szélső baloldalhoz köthető Antifa nevű szervezet tagjai a lakosság megfélemlítése érdekében Európa szerte, és most már Magyarországon is szervezetten erőszakos bűncselekményeket követnek el ártatlan emberekkel szemben, akiket találomra bántalmaznak az utcán brutálisan. A 2023. februári terror cselekmények miatt ugye elrendelték a nyomozást, talán most már végre vádemelés is történik, de hiába kezdeményeztem a csoportosan és szervezetten támadó Antifa terrorszervezetté nyilvánítását egy kormányfőhöz benyújtott írásbeli kérdésben, az arra adott válaszból, hát pontosabban mellébeszélésből az derül ki, hogy a kormány nem hajlandó meglépni azt, sőt, Torockai László egy határozati javaslatban is hiába kezdeményezte, aztán leszavazták azt. De a Mi Hazánk mozgalom igenis elvárja a kormánytól, hogy a nyomozás elrendelő határozat alapján javasolja az Európai Tanácsnak az Antifa szervezet felvételét a terrorszervezetek uniós jegyzékére. Ugye a felvétel alapján a tagállamok kötelesek lennének intézkedni a szervezet és tagjai pénzeszközeinek, vagyonának befagyasztásáról, és velük szemben közös rendőri erővel léphetnének fel. Az Antifa egyébként anyagi támogatást és harci kiképzést kap a szövetséges kurdisztáni munkáspártól, amit jelenleg is terrorszervezetként tart nyilván az Unió az említett jegyzékben. Magyarországnak ugyebár nincs külön listája a terrorszervezetekről, az uniós jegyzék az irányadó a magyar jogban. Ezt a jegyzéket az Európai Tanács 6 havonta felülvizsgálja, tehát aktualizálja és közzéteszi. Ez már bővülhetett volna az Antifával is magyar kezdeményezésre. A jegyzékbe tehát bármely tagállam javasolhatja egy meghatározott terrorszervezet felvételét, de csak valamelyik igazságügyi szerve által hozott határozat alapján, ezt ugye tudjuk. Viszont ez utóbbi lehet még egy nyomozás elrendelése is, bírósági ítélet is természetesen, tehát a 2023. februárjában elrendelt nyomozás jogalapot adhatott volna, és adhatna ezután is a lépésre. Miért nem támogatja mégsem az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását a kormány? Itt is próbálják a problémákat szőnyeg alá söpörve azt mondani, hogy ez sincs, mint ahogy sok más típusú bűnözésre azt mondják, hogy Magyarországon nincs, így súlykolva az emberekbe, hogy tulajdonképpen a biztonsági érzetük javuljon, szerintem ez nem helyes. Én nagyon örülnék, ha elnök úr is megismételné itt álláspontját, amiről itt korábban a rendészeti bizottságban már beszéltünk, hiszen nem csak a Mi Hazánk mozgalom, hanem úgy tűnik, hogy már a kormánypártok is támogatnák azt, hogy ezt igenis terrorszervezetté kellene nyilvánítani. Szeretnék egyértelmű adatot kapni arra, nem most, nyilván nem volna korrekt ezt elvárnom, de írásban örülnék, hogyha kapnék arra választ, hogy mennyibe kerül pontosan a rabok ellátása, és hát szintén miniszter úr vállalta a piszkos munkát, ugye oktatás, egészségügy, minden jöhet, van egy erős miniszter, aki mindent bevállal, szóval mennyibe kerül a kórházban ápolt szabadoké? Nem véletlenül ezt a kettőt egyszerre kérdezem, szeretnék összehasonlítani, ugyanis köztudomású, hogy többet költ a magyar állam egy fogvatartottra, foglalkoztatás ide vagy oda, mert azért a strasbourgi bíróságnak mégiscsak meg akarnak felelni, és a körülmények sajnos még mindig nem méltóak. Nem eléggé méltóan rosszak ahhoz, amit egy bűnöző érdemelne, és éppen ezért elfogadhatatlan, hogy egy kórházban ápoltra kevesebbet költ az állam, mint egy rab ellátására. Szeretnék erre egyértelmű választ adni, például az élelmezés költségére. Rétvári Bencétől néhány éve láthattunk egy kicsúszott, talán azóta megbánt számot az egészségügyi intézményekben ápoltak
élelmezési költségére vonatkozóan napi díjként. Hogyha nem adnak újabb adatot, kénytelenek leszünk azt gondolni, hogy ez azóta sem változott, ahogy például a rendvédelmi illetmény alap sem 2008 óta. És akkor végül egy kicsit beszéljünk a határvédelemről, amit talán leginkább sújtja a minisztérium jó hírnevét is, hiszen egyrészt a több ezer embercsempész szabadon engedése az egészen gyalázatos. Most érdekelne a pontos szám is, hogy éppen hol tartanak, hiszen ez folyamatos, erre azért biztos kaphatunk valami legalább hozzávetőleges számot. Hát szerintem eleve ezt illene amnestiának nevezni, de a kormány ugye inkább azt hazudja, hogy úgynevezett reintegrációs őrizetbe kerülnek az embercsempészek, de külföldre távozhatnak. Hát miféle őrizet volna ez? Hát ne nevetessük egymást. Többségük román, szerb állampolgárok, akik nyilván ott fogják folytatni, ahol abba hagyták, a magyar határon. Az illegális migránsokkal szemben is csak félmegoldás van, hiszen a Torockai László által még ásotthonon polgármestereként már 2015 elején javasolt határkerítés később megépült, de az áttörő migránsokat csak visszakísérgetik a startvonalra. Hetente akár ugye több ezret, hogy újra próbálkozhassanak. Nem csoda, hogy a szlovák házelnök néhány hónapja azt mondta, hogy régen le kellett volna zárni a szlovák-magyar határt, mert ott a migránsok úgy kóborolnak, mint az egerek. A Magyarország déli határán áttörő migránsoknak nem is vizsgálja Magyarország ugyebár a ruházatát, táskáikat sem, pedig van náluk drog, fegyver, pénz is bőven. Eddig mintegy 700 milliárd forintot költöttünk az illegális migránsok ellen déli határvédelemre, ha esetleg van egészen friss szám, azt is köszönettel venném. De a kormány hiú ábrándja és hitegetése, hogy ezt majd az EU egyszer kifizeti. Éppen ezért van a Mi Hazánk mozgalomnak néhány eltérő javaslata, amivel megspórolhatnánk ezeket a költségeket. Nekem különösen fájó kimondanom, de a magyar határt nem a rendőrök vagy a honvédek védik meg, és nem is a kerítés, hanem az alacsony bérek. A migráns munkások behozatalával is azt célozzák, hogy az ázsiai vendégmunkások tovább csökkentsék a magyar bérek reálértékét, de hát nem így kellene ezt csinálni. Miért söpörte le a magyar kormány és a belügyminisztérium is ugye a Mi Hazánk mozgalom javaslatát, hogy több millió forintos helyszíni bírságot szabjanak ki a kerítésen átjutókra? Hiszen a migránsok zsebében sokszor több ezer euró lapul, melyek jó részt az embercsempészekhez jutnak. Rétvári Bence ugye azt szokta mondani, hogy hát ezt előre kifizetik, de hát ez nem egészen így van. Igenis, nem véletlenül van számos személyes információnk is, és nyilvánvalóan önöknek is, hogy a zsebükben is több ezer eurót lehet találni, igenis készpénzt, és ezeknek az elkobzásával igenis hamar elmenne a migránsok kedve a Magyarországon való próbálkozástól. Tehát 100 milliárdokat spórolhatnánk meg a határvédelem terén az elrettentő hatású szankciókkal, és eredményesebb is lenne a kontinens hódítók visszaszorítása. De amennyiben még igaz is, hogy nem mindenkinél van készpénz, vagy annyi készpénz, hát próbáljuk meg legalább a többit visszaszorítani ezzel, tehát ez a kibúvó, ez semmiképp sem fogadható el. Na most persze a liberális nemzetközi jogvédő, szerintem egyébként inkább bűnpártoló szervezetek, persze egy ilyen esetben majd sipitoznának, hogy Magyarország kvázi kirabolja a migránsokat, de hát szerintem egyrészt legalább majd messze elkerülnek minket. Másrészt miért mi fizessük a sorozatosan megrongált határkerítés javításait? Eleve ez a 700 milliárd forint, amit a migráns bűnözők miatt viselni kénytelenek a magyar emberek, ez szerintem nem szaporítható tovább. És miért nem támogatja a kormány azt a javaslatunkat sem, hogy a határkerítésen áttörők mobiltelefonjait foglalják le bűjjelként? Hiszen azzal egyrészt az embercsempészek felderítését is megkönnyítenénk, ráadásul azzal szintén elvennénk a migránsok kedvét, hogy nálunk próbálkozzanak. Akár néhány óra múlva, hiszen csak visszataxisztatják őket a határvonalra. Az is abszurd válasz, hogy akkor Magyarországra be kellene engedni őket, hiszen egy ilyen eljárás lefolytatása, hogyha valaki Magyarországon menedéket kér, akkor sem engedjük be őket Magyarországra. Tehát ezeknek az eljárásoknak a lefolytatására természetesen lehet úgy sort keríteni, hogy addig sem engedjük be az illetőket. Tehát igenis indokolt volna a pénzbírság is, és a mobiltelefonok bűjjelként való lefoglalása is. Apropó lefoglalás, a magyar történelemben a legtöbb rendőrségi eljárás megindítására egy nap alatt, nem az 50-es években, nem is 2006-ban került sor, miniszter úr, és most már remélem érzi egy kicsit kellemetlenül magát, hiszen ön is tudja, hogy 2021. március 15-én a Mi Hazánk mozgalom lezárás ellenes Covid diktatúra elleni tüntetésen mennyi eljárásra került sor egy nap alatt, és akkor ráadásul az esetenként milliós bírságok mellett, én megúsztam 750 ezer forinttal, számos zászlónkat, transzparensünket is elkobozták. Hát ugyanezt miért nem tudják megtenni a
déli határkerítésen áttörő migránsok mobiltelefonjaival hasonlóan bűnjelként lefoglalva azt. Én azt várom öntől, miniszter úr, hogy ezekre a kérdésekre adjon érdemi választ, beleértve akár írásban utólagosan, hogy mennyibe kerül a rabok ellátása, és mennyibe kerül a kórházban ápolt szabadoké. Megköszönném, hogyha most legalább az embercsempészek témája miatt a már tavaly is megtagadott választ helyett most kapnék érdemi választ arra, hogy mi a fogvatartottak nemzetiségi megoszlása. Erre eddig nem láttunk statisztikai adatot. Én elhiszem, hogy nincs, elhiszem, de akkor legyen ezután, én azt kérném, mert indokolt, amikor komoly társadalmi vita övezi, hogy helyes-e az, hogy például szabadon engedjük, csak azért, mert sokan vannak a külföldi embercsempészeket, akkor azt gondolom, helyes volna megvizsgálni ezt is. Tehát várnék miniszter úrtól, hogy esetlegesen akár egy ígéretet arra vonatkozóan, hogy legalább egy ilyen statisztikai adatot kaphatunk, hogy ezt a társadalmi vitát is, hiszen kétségkívül szólnak amellett is érvek, hogy mennyire etethetjük az adófizetők pénzéből ezeket a bűnözőket. Én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak markánsabb javaslata van, ahhoz, hogy ide se jöjjenek, kerüljön elrettentő hatású büntetés, vagy eljárás is lenne már tulajdonképpen a mobiltelefonok bűnjelként való lefoglalása, és elsősorban akár több ezer eurós helyszíni bírság, már amit ott azonnal végre lehet hajtani. Ez azt gondolom, hogy indokolt volna is. Bízom benne, hogy miniszter úr megfogadja is ezt a legendás befolyását latba veti, nem csak a rendvédelmi dolgozók illetményének emelése érdekében, ami talán első számú feladata kell, hogy legyen rendvédelmi érdekvédőként posztja tisztsége alapján, de bízom benne, hogy a Mi Hazánk mozgalom néhány javaslatát is meg tudja fontolni és el tudja fogadni. Köszönöm szépen. A elegendőek a jelenlegi szabályok. Hát itt különösen fölmerült a későbbiekben a fegyverhasználatnak a szabálya. Kérem, a magyar rendőr az, aki a legszabadabban tudja használni a fegyverét. Míg egy magyar katona csak parancsra használhatja a lőfegyverét, a magyar rendőr saját elhatározásából tudja használni a lőfegyverét, a megfelelő lőfegyver használati szabályoknak a betartásával. Ha megtámadják, igen, használhatja a fegyverét. Ha erős a támadás, akkor is használhatja a fegyverét. És az elmúlt időszakban hozzá kell tegyem, bár több fegyverhasználat történt, erről van konkrét kimutatásunk, ezt be is küldtem egyszer a bizottságnak, meg tudom ismételni, halálos fegyverhasználatunk is volt, és miután megfelelő módon alkalmazták a törvényeknek megfelelően ezt a kollégáim, egyetlen egy elmarasztalás se volt a rendőrség részéről, volt még egyszer, ismételem, hogy volt halálos kimenetelű rendőrségi fegyverhasználat. Rendvédelmi dolgozóknak, munkatársainknak, hivatásosoknak a fizetése. Én szeretném azt, hogyha minél többet keresnének a munkatársaim. Szeretném azt, hogyha minél jobb körülmények között élnének, és nem csak pihenten jönnének szolgálatba, hanem azzal a nyugodt érzéssel, hogy otthon gazdaságilag minden rendben van. Mi több esetben tettünk erre javaslatot, és nagyon sok esetben ezt a kormány el is fogadta. A 3 évenkénti 500 000 forintot, hogyha vesszük figyelembe, ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen béremelések történtek, hogy milyen ígérvények vannak jelen pillanatban. Itt egyetlen egy dolog van, a kormánynak mind a mellett, hogy a rendvédelmi dolgozókat, a hivatásos állományt, az egyéb területen, akik dolgoznak nálunk, a fizetését meg kell emelni, közben a gazdasági egyensúlyát meg kell tartani az országnak. Hát itt egyensúlyozik Varga miniszter úr, itt egyensúlyozik a kormány. Ha engem kérdeznek, és bármelyik parlamenti párt előterjeszti ezt a jövedelemnövelést, és ez észszerű keretek között van, akkor ehhez megfelelő adatot tudunk adni, de az országot gazdaságilag bedönteni ezzel semmi szín alatt nem fogjuk. Tűzoltó. A tűzoltónak két ruhája van, ugye van nekik az egyenruhájuk egyik oldalon, és van nekik a védőruhájuk a másik oldalon. A egyenruhájukhoz kötődő szintén a karbantartásra az indokolt pénzt, amit évente erre kell fordítani, ezt erre kell fordítani. Viszont a védőruházatát, azt mindig a kor legjobb anyagaiból kell megvarni, és a legjobb védést
tudja nyújtani a tűzoltóknak. Ezt is 2010-ben kezdtük el lecserélni, mert rongyos védőruhába jártak a tűzoltók. Tehát én azt gondolom, hogy ennek is szinten kell maradnia. Kábítószer bűncselekmények. Egyik sziszifuszi munkánk, amit most egy dologgal tudok kiegészíteni, azzal, hogy a oktatás és a belügyminisztériumhoz került, a oktatási területen, az általános iskolákban, az oktatási részről is megkezdjük a kábítószer elleni küzdelmet. Az egészségvédelem érdekében is megkezdjük az oktatást, és a kábítószer elleni küzdelemben is megkezdjük az oktatást. Tehát azt remélem, hogy sokkal jobb eredményeket fogunk elérni. A újbudai támadó, hogy késsel meg tudta szúrni a rendőrt. Nem. Először is, most is részvételmet kívánom a családnak, mert helyt állt a rendőrünk ezen a területen. És ugye a fegyverek elő is kerültek. Úgyhogy nem feltétlen a lőfegyver használati szabályzatunk volt ennek az oka. Vizsgálat mégis az elítélés azt mondja ki, hogy a rendőr szabályszerűen, de nem biztos, hogy teljesen a saját életének a védelmére koncentrált, hanem az elfogásra. Antifa. Terrorszervezetek ugye különféle módon állapítják meg, az ENSZ az egyik ilyen, aki megállapítja. Az ENSZ körül nincs benne az Antifa. A másik ilyen szervezet az Európai Unió, ott sincs benne az Antifa. Az, hogy ezt egy terrorszervezetté lehessen nyilvánítani, ezt jelen pillanatban én kétségesnek ítélem meg, de megpróbáljuk. Nem jelent különösebb problémát nekünk, megnézzük, hogy milyen jogi esélyeink vannak. A nyomozás elrendeléshez köt itt a terror szervezetté való nyilvánítás, tehát a kettőnek az összefüggését én nem teljesen látom. Ha egy kis írásos feljegyzésben megküldeni a számunkra, tudnánk rá válaszolni. Így nem látom a nyomozás elrendelésnek az összefüggését egy cselekmény után egy terror szervezetté való nyilvánításhoz. A ápolás és a fogva tartottakra való költés, élelmezésre, egyebekre. Ezek adott számok, ezeket meg tudjuk küldeni. Nem látom ennek különösebb. Meg is kérem miniszterhelyettes urat, hogy ezt jegyezze, ezeket a kéréseket, és akkor ezt nézzük meg, hogyan lehet. A reintegrációs őrizet adatszámait is át tudjuk küldeni. De azt szeretném mondani, hogy a reintegrációs őrizetben elbocsátottak tekintetében összesen 3 fő volt, aki nem hagyta el az országot, akit visszavittünk a börtönbe. Az összes többiek elhagyták az országot, és a jelenlegi együttműködésünk alapján a szerbek úgy nyilatkoztak, hogy nem találkoztak az elmúlt időszakban ezekkel a személyekkel. A migránsoknak a bírság elkobzása, eljárása, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha bármit csak eljárás alatt tudunk elvenni. Ha eljárást indítunk, akkor meg kell indítani a menekült ügyi eljárást is. Tehát ez egy, úgy szokták mondani, róka fogta csuka. Erről érdemes jogvitát folytatni, azt gondolom, hogy nem. Ez a hely, ahol ezt a jogvitát le tudjuk folytatni, készek vagyunk rá.